Tisztább levegő a jövőnkért. Ezzel a címmel hirdetett rajzpályázatot az Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás. Az általános iskolások számára kiírt versenyen több tízezer forint értékű ajándékutalványokat ítéltek oda a díjazottaknak, a legjobb pályaműveket pedig kiállították a városházán, ahol a díjátadót tartották. Az én gyerekkoromban Ósz környékén ugye azért dübörgött a környezetszennyezés, és nem is emlékszem rá, hogy igazából a 70-es, 80-as években ez téma lett volna. Viszont annak nagyon örülök, hogy már igen hosszú idő óta folyik a gyerekeknél, már óvodáskortól kezdve egy olyan figyelemfelhívó kampány, különböző civil szervezetek, akár az óvodák által, amelyek felhívják őket a környezetvédelemnek a fontosságára. És megtanítják őket az árnyoldalra, illetve arra is, hogy esetlegesen ők, mint felnövekvő generáció, mivel tudnak segíteni. Az Európai Határvárosok igazgatója Gál István azt mondta, a fiatalok környezettudatos szemlélet formálása érdekében további rendezvényeket terveznek. Emellett ugyancsak pályázati forrásból 50 fát ültettek, valamint 60 darab új levegőszennyezés mérő műszert fognak beszerezni, amelyek interneten keresztül továbbítják az adatokat egy helyi adatbázisba. Szét kell választani a mérőműszereket, mert a szénatéri az egy hitelesített mérő állomás. Ebből a projekt keretében még egyet fogunk beszerezni, tehát ilyen hitelesített mérőállomásunk 2 lesz már a városban. Ezek a kisebb mobil mérőeszközök, ezek csak tájékoztató adatokat fognak nekünk biztosítani, azért, hogy lássuk, hogy milyen légszennyezések és hol jelennek meg, tehát a szélirányt is figyelembe véve. A kihelyezésük pedig intézmények, óvodák, kormányhivatal épületei, felvettük a kapcsolatot az Észak-Alföldi Nonprofit Kft-vel is, a Valánbusz Zrt-vel is, tehát olyan helyeken próbáljuk ezeket elhelyezni, ahol nem csak a közlekedésből adódó szennyezőanyagokat lehet vizsgálni, hanem úgymond helytelen fűtőeszközök használatát is. Gál István hozzátette, hogy az új mérőműszereket folyamatosan helyezik ki a város különböző részeire. A mérési adatokat egy erre a célra felállított levegőminőségi iroda munkatársai fogják elemezni. A pályázat keretében egy levegőminőségi irodát hoztunk létre, és az iroda keretében a kollégák vizsgálni fogják folyamatosan elemezni ezeket az adatokat, hogy akár jogszabályi vagy bármilyen olyan beavatkozást lehessen meghozni, amivel ezeket a szennyező forrásokat ki lehet szűrni. Gál István azt is elmondta, hogy a 60 mérőműszer üzembeállítása után egy internetes oldalon hamarosan bárki számára elérhetővé válik, hogy az adott napon a város különböző részein milyen mértékű a levegőszennyezettség.